Sziasztok! Mit csináljunk, hogyha jön a közeljövőben egy válság, vagy hogyha több ideig lesz egy esetleges válság? Most én nem vagyok jós, se látó, viszont a józanparaszti eszemet szeretném csak megosztani, a gondolataimat, spécizve sok videóval, könyvvel, amit olvastam, és egy nagyon érdekes film a Justin Timberlake-kel, az énekessel, a Lopott idő. Angolul in time. És ott nagyon érdekes, ott van egy pár mondat, ami így megy körülbelül, hogy ahhoz, hogy a felső 1 vagy 5%-nak jó élete legyen, vagy korlátlan élete legyen, ahhoz az alsó 70-80-90%-nak minden nap rabszolga életet kell élnie. Most én ezzel nem értek teljesen egyet. Én úgy érzem, hogy tudunk harmóniában élni egy közösségben, egy csoportban, ahol mindenki többnyire egyenletes, egységben él. Én hiszek ilyenben, és szeretnék is egy ilyen közösséget létrehozni. El is kezdtem már a Delfin Szív központtal, de ez egy hosszú folyamat. Ha azt nézzük, a válságra visszatérve, ha azt nézzük, hogy ezt a 90-10 szabályt, 10%-a a bolygónknak, vagyis 8 milliárd emberből 800 millióan nagyon kényelmesen, és az életük végéig, tegyük fel, szinte nem kell dolgozniuk. Annyi havi cashflow-juk van, már nyugdíjba mentek, ezek mondjuk 40-50-60 éves emberek, akik már nyugdíjba mentek, nagyon gazdagok, és nem kell már dolgozniuk az életben. Ha így növekedne a népesség, és most a 8 milliárdból tegyük fel 10 éven belül, vagy 15 éven belül lenne 16 milliárd ember, akkor a 16 milliárd nak a 10%-át, ugye 1 milliárd 600 millió embert kéne ellátni, és itt csak ugye hangosan gondolkodok, hogy ha egyre több automatizált és robotizált rendszerek vannak gyárakban, cégekben, és egyre kevesebb emberre van szükség, akkor egyre ugyanúgy az akkori top 10%-ot, ami 1,6 milliárd, az valahogy el kell látni. Szóval kellenek emberek, akik gyárakban elmennek dolgozni, akik főznek. Lesznek robotok persze, akik ezeket meg tudják csinálni, de akkor is valamilyen szinten kellenek emberek. De nem fog kelleni ennyi, nem fog kelleni 15 milliárd ember, hogy annak az 1,6 milliárdnak jót tegyen, vagy elkényeztesse. És ezzel azt akarom mondani, hogy hozzátenni, hogy nagyon megszoktuk, hogy mi nagyon kényelmes életet élünk itt Európában. Most nem Afrikáról beszélek, Bangladesről, Ázsiáról, ahol nagyon nagy szegénység van, hanem itt Európában, még Európa legszegényebb országa, Albánia és Moldova, ahol most utaztam idén, ott is nagyon nagy szerencsében vagyunk, nagyon szerencsések vagyunk, hogy tiszta víz van, tiszta levegő. Ha a Mekiben dolgoznánk, akkor is egy átlagos életet tudnánk spórolva természetesen, meg kis szobát kibérelve, de ha én most a Mekibe dolgoznék, akkor el tudnám tartani magamat. És nem azt nézzétek, hogy be kell mennünk a boltba, és a boltban minden ott van, minden kaja, amiért előtte hetekig kellett zöldségeket, vagy azokat az állatokat levadászni, azt most 5 perc alatt bemegyünk a boltba, és minden ott van. És ezzel azt akarom mondani, hogy ha amennyiben lenne válság, egy nagy válság, az biztos, hogy azok az emberek, akik egyre jobban megszokták, hogy
Jaj, hát a Tesco-ban csak online megrendelem, és ott lesz másnap az ajtómnál, és ezt 10 éven keresztül nagyon megszokja, nagyon elkényelmesedünk, akkor azoknak az embereknek nagyon nehéz lesz onnan, hogyha már kevésbé van kaja, élelmiszer a boltokban, ott egy önellátó kertészeti rendszert felépíteni. Jó? Vagy a saját magának kaját vagy élelmet szerezni. Sokkal nehezebb lesz. És úgy érzem, azok az emberek tudnak nagyobb, azok lesznek nagyobb bajban. Most így kedvesen mondom, jó, szépen mondom, azok az emberek nagyobb bajban lesznek, mint azok, akik egyedül fent tudják tartani magukat. Ezért is a telek, én telekbe fektetnék, az egy óriási, és egy nagyon jó befektetés most, bárhol vagyunk a világon, itt pláne Magyarországon, még mindig nagyon sok helyen van, ahol 5 millióért lehet nagy 2-3 ezer négyzetméteres telket venni. Jó? És Ukrajna és Magyarország amúgy a világon a leggazdagabb föld, ugye azt mondják, hogy fekete föld, szinte fekete teremtésre, annyira gazdag föld, Afrikához, Ázsiához, több országokhoz képest, Ausztráliához sokkal jobb földünk van itt, mint a aranyból lenne a föld, úgymondva, csak nem használjuk fel ezeket a lehetőségeket. Itt ülünk egy aranybányán ezen az országon, a víz is, ami a föld alatt van, több millió köbliter termál víz van alattunk. A föld is, szóval csodálatos, a Pilisnél ezek az erdők, amik vannak, és termelő föld, ezt használjuk ki. Szóval, igen, mennyire fogunk mi elkényelmesedni, mennyire fogjuk megengedni, hogy mások folyamatosan, mások által kelljen nekünk, szóval mások miatt fogunk mi élni, életben maradni, élelmiszer tekintetben, és kérdés az, hogy mi 100%-an megengedjük, hogy akkor csak ők tápláljanak kajával minket, vagy mi szeretnénk egy kicsit belenézni, vagy belelátni, hogy mi hogyan tudunk önellátók lenni. Ez egy nagy rész a válságnál. Egy másik rész, most ezt a videót körülbelül 2 részre bontam, a másik rész az érzelmi állapot, hogy nyugalomban döntéseket hozni, amennyiben jön egy válság. Mennyire nyugodtan tudunk mi döntéseket hozni. Annál, minél nyugodtabbak vagyunk, annál jobb anyagi döntéseket tudunk hozni. Nem kell rögtön stressz alatt gyorsan döntést hozni, mert akkor sokkal rosszabbul járunk általában, ha veszünk, vagy ha eladunk. Nagyon fontos, hogy nyugodt, higgadtan hozzunk döntéseket, és ne azonnal hirtelen. És valahogy azt érzem, hogy ez a nagy globális cégek, nekik ez valahol jól jár, jól járnak azzal, hogy itt minden nap más dolgok vannak, és emiatt az embereknek sokkal gyorsabban és nem nyugodt állapotban kell döntéseket, anyagi döntéseket hozni. És úgy érzem, sokszor ők jobban járnak ilyen szituációkban, amikor az emberiség az jobban félelemben van. Szóval nagyon nagy különbség van, hogyha mi nyugodtan tudunk dönteni és döntéseket hozni. Ezt akartam a mai nap megosztani veletek. A lopott időfilmet azt mindenkinek javaslom, akár még egyszer, ha már látta 10 éve, és ha bármi van, bármi pont érdekesség, akkor léci, írjátok a kommenteken lent, és aki még nem tette, és tetszenek a videóim, léci, iratkozzatok fel még több videóra. Nagyon köszönöm, és egy csodálatos, áramlásteli, szeretetteli napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!